Futópálya, kondipark, óriási játszótér, sétány, bográcsozóhelyek, padok. Természetközeli hely a belvárosban. Ezt nyújtja a Bújtos Városliget a nyíregyháziaknak. Most már a napozás szerelmesei is örülhetnek, hiszen 6 darab napozóágyat helyeztek ki a parkban. A járvány idején talán még inkább felértékelődtek a város nagy zöld területei. Természetesen annak ellenére, hogy az idei kikelet az nem éppen a legfényesebb, de sikeredett, és az időjárás még éppen nem a tavasz tükrözi, viszont a Nyírvévé Nonprofit Kft. Az idei évre is előkészíti a Bújtosi Városligetet a természet szerelmesei számára, és az idei évben újdonságokat fogunk majd több területen is kialakítani. Ezek közé tartoznak a napozó ágyak, amelyek a kikapcsolódást fogják biztosítani a városlakók számára. A napozó ágyak kihelyezése mellett a környezet védelme is fontos. A csatorna mentén kicserélték a védőhálót mintegy 400 méteren, ami a vadkacsa fiókákat védi a csatornába eséstől. A közterületeken található berendezések fertőtlenítése folyamatosan zajlik, köztük a játszóterek játszóelemeit is rendszeresen tisztítják. A homokozóban lévő homokat is cserélik egész áprilisban. A közterületi berendezéseknek a fertőtlenítése folyamatos volt az év folyamán. Természetesen ügyelünk arra, hogy a járványügyi intézkedéseknek megfelelően biztosítsuk a fertőzés csökkenését. Ezzel együtt ezt minden évben megtesszük, a játszótéri homokozók egészségügyi homokcserét is elvégezzük az idén. Ez most folyamatban van a városban. Köztudottan nagyon sok játszótér van Nyíregyházán, ezeknek a homokozója időközönként elkoszolódik, idegen anyagokat tartalmaz, ettől szabadítjuk meg, és új homokkal töltjük fel, ahhoz, hogy egy egészséges környezetet tudjunk biztosítani a gyerekek számára. A karbantartási és tisztántartási munkálatok mellett idén a vízminőséget is javítják. A szigetre bevezető bejáratot átvágják, amivel egy természetes körforgást tudnak biztosítani. Így jobb lesz a vízoxigén ellátottsága is. A Nyírvévé folyamatosan végez faápolási munkálatokat is a tavasz folyamán.